Sziasztok! Végre eljött a várva várt programnak, a safarinak az első napja. Ezért utaztunk Kelet-Afrikába, hiszen a barátnőm gyerekkori álma volt testközelből, természetes élőhelyükön látni az afrikai vadállatokat. Sajnos nem sokáig jutottunk. Na, megérkeztünk a Serengeti Nemzeti Parkba, és beszart a safari kocsink. Úgyhogy kezdődnek az izgalmak. Az elején még viccesnek tűnt, még nevetgéltünk is rajta. Fél órával később megváltozott a hangulat. Az értékes időnk csak telt, telt, és még állatokat nem igazán láttunk, leszámítva néhány zebrát. Azt mondják, hogy kifogyott az üzemanyag az első tankból, és valamiért nem kapcsolt át a másik tankra, azt ha jól értettem, azt mondja, hogy vagy levegő, vagy valami szennyeződés van az üzemanyagban, vagy a tartályban. Szerencsénkre azonban nem hagytak magunkra. Kiderült, hogy a szafaris közösség egy összetartó csapat. Forgalmi dugót okoztunk itt a Serengetiben. Mindenki próbál segíteni. Megállnak. Én most egyszerre egy hat autó, hat csoportnak áll a szafaria, ami lerobbant járművünk miatt. Megállt mellettünk a csávó egy másik kocsival, és abból egy turista kiszólt, hogy tegnap ők robbantak le, hogy valami lángra kapott, ha jól értettem. Nagyjából 40 percnyi sikertelen indítás után most megpróbálnak betolni minket. Ez sem hozott eredményt. Nem adják fel, most kötéllel próbálkoznak. Vontatás közben legalább látunk néhány gazellát. Úgy tűnt, hogy továbbra sem indul be az autó, de néhány perccel később, csodák csodájára, mégis sikerült beröffenteni a motort. Na, beindult a masina, úgyhogy haladunk tovább, kb. Egy órát vesztettünk így, ezzel a eseménnyel. Még most sem az állatokhoz hoztak minket. Először a kocsi motorház tetején piknikezünk. Robbantott csirke a menü, de finom nagyon. Nem maga a csirke, mert macerás leszedni a ízét, de a szószok finomak. Azért így étkezni sem egy mindennapi élmény. Végre elkezdődött, amiért jöttünk, az úgynevezett Game Drive, amikor mindenféle különböző állatot próbálunk felkutatni. Itt például gnúk menekülnek a safari autó elől. Itt szült valamilyen állat, azt mondják, talán egy zebra annak a helye. Valószínűleg ma reggel. Növényevő állatokból már párfélét láttunk. Most a guide-unk megpróbál ragadozókat találni nekünk. Ezért a szavannán lévő sziklákhoz kormányozott minket, hát ha valamelyik tetején pihen egy oroszlán vagy egy leopárd. Egyelőre nem jártunk sikerrel, de nem adjuk fel. Szintén nagyon érdekes, hogy itt elnézünk 360 fokba. Itt szerintem több ezer állat van. Bárhová nézünk, a gnúk, gazellák, zebrák, tehát bár horizonton végig tele van pöttyökkel. Elképesztő. Hihetetlen. Kicsivel később összejött, amire mindenki várt. Az egyik szikla tetején egy gepárd napozott. Nagyon közel van ez a gepárd, mintha állatkertből nézném. Egy másik sziklarakáson 5 darab oroszlán pihent. Akik mit sem törődve azzal, hogy ott állunk a safari kocsival, tőlünk néhány centiméterre sétáltak el. A jeepben mindenki lélegzetét visszatartva figyel.
Serengetiben élő vadállatok annyira hozzá vannak szokva az emberekhez, hogy egyáltalán nem zavartatják magukat. Esznek, isznak, de akár még ürítenek is tőlünk pár méterre. A guide-unk megint kiszúrt nekünk valamit. Oroszlán a szájában a bébijével. Az oroszlán kölyöknek szerencsére semmi baja. Az anyja azért cipeli a szájában, mert még nem tud járni. A nap már lement, de még mindig több órás útra vagyunk a szállástól. A guide-unk direkt tovább tartotta a mai napot, hogy behozza a lerobbanással elment időt. Beragadtunk a dagonyába. Wow. Sofőrünk nem egy barátságos ember, ellenben nagyon ügyes. Kiszállt és csomót kötött a kerékre. Így pillanatokon belül ki is tolatott a sárból. Szóval megyünk, kilincsel előre, driftelünk a sárban. Nagyon ügyes a sofőrünk, kiszed minden szar helyzetből. Megérkeztünk a lodge-ba. Érdekes ez az ebédlő rész, ahol most vagyunk. Innen maszájok fognak a szobáig kísérni minket, mert itt nem lehet szabadon mászkálni. Ez nincs elkerítve, tehát a vadállatok azok itt elméletileg a sátrak között is mászkálhatnak. Szóval a maszáj kísér minket a szobánkhoz. Ebben a megemelt, glamping-szerű sátorban fogjuk tölteni az éjszakát. A sátoron belül rendes ágyunk van. Wow. Szóval ez a fürdőszoba. Klassz, ez rendes. Úgy látom, nem csak sátor, hanem az itt fa szerkezet is van. Arra van ez a ponyvaszerű kifeszítve. És akkor van. Rendesen zuhanyzunk. WC-nk. Még köntösünk is, ahogy látom. Klassz. Az éj leple alatt vadállatok ordítását hallottuk. Jó reggelt! Ez a második napja a szafarinak. Megjött, értünk a maszáj úr, elhagyjuk a sátrat. Gyönyörű, most kell fel a nap. Itt laktunk. A mi kis sátrunk, itt van a többi is, de egymás után vannak. Gyönyörű. És ott lesz a reggelink. Biztos csodás látvány a hőlégballonról nézni, ahogy csordákban futnak az állatok. Azonban egy ilyen élményért mélyen a zsebbe kell nyúlni. 150-200 000 forintba kerül per fő.
Jól indul a reggelünk, alig hagytuk el pár perccel a szállást, már is zsiráfokba futunk bele. Rengeteg safari kocsi áll, úgyhogy itt biztosan valami izgalmas. Nézzük meg, mi az. Jumbo! Egy leopárdot találtak itt a srácok, de nem nagyon látszik. Bent van valahol a fűben. A leopárd nagyon ritka. 15-20 perccel később, amikor már csak két safari kocsi maradt a nagyjából 12-ből, a két sofőr összekacsintott, és elindultunk megnézni közelebbről a leopárdot. Ott van fönt az ágon, jól álcázza magát. Szóval a mi túravezetőnk az egyik legélelmesebb, meg legbátrabb itt a csapatban. Akkor kiszúrták a többiek a leopárdot, akkor nagyjából 10-12 jeep volt velünk, onnan messziről néztük. 10 elment és 2 maradt, köztük a miénk. És mondta a vezető, hogy igazából nem lehetne levenni itt az útról, Szerengetivel ezt nem szabad. De elment mindenki, így már csak keves ketten maradtak, így oda mentünk. Azt mondta, hogy ilyenkor kockáztatja a büntetést, illetve azt, hogy visszavonják az engedélyét. És ez azért érdekes, mert egy csomó safari kocsi állt, és voltak privát safarik. Tehát ugyanilyen nagy safari autó, mint itt, csak ketten ülnek benne, gondolom azok milliókat fizetnek ezért a programért, és őket se vitték oda. Voltak fotósok is, őket se vitték oda, csak ez a két bolond. Vitte oda a csapatát. Mivel nem akarok rosszat nekik, ezért van kitakarva az arcuk, illetve az autók azonosító jelei. A legtöbb safari autó az pont olyan, mint a miénk, viszont itt parkolóban áll egy-kettő másmilyen. Ezek ilyen nyitottak, meg a szélvédőt is te lehet nyitni. Arra érdekes. És úgy látom, hogy itt nagyobb a kényelem, kényelmesebb ülések vannak benne, és gyakorlatilag föl se kell állni, nem is lehet fölnyitni a tetejét, mint a miénknek. Érdekes, de ilyet most látok itt először, itt van egy másik ugyanilyen. A legtöbb az ugyanez a Land Cruiserből átalakított chipek. Most meg a kérésemre megnézzük a bozót repteret, itt szállnak le a repülők. Van, aki így érkezik a safarira, nyilván ez értetlen pénz, megfizetetetlen. De akinek van, az így stílusosan leszáll a szavannak közepén. De szép impalák. Gyönyörű állatok. Vagyunk a repülőtéren. Nagyon izgi. Rengeteg autó van itt. Úgy látszik, sokan repülnek azért innen. Fene gondolta volna. Azt hittem, hogy ez tényleg csak egy nagyon kiváltságos szűk réteg teheti meg, hogy innen repkedjen. Ez itt különleges. Itt a check-in pult. Wow. Departures. Ott az átvilágítás. És ott a váróterem. Itt várnak a jó emberek. Azt a mindenit. Klassz. Klassz. És itt vannak a repülők. Kis Cessnák. Wow.
legtöbb ilyen Cessna Grand Caravan, ha jól látom. Illetve ott van egy nagyobb gép. Ez egy Bombardier Q100-as szerintem. Megérkeztünk egy úgynevezett hipopulhoz, ahol a vízilovak élnek. That's fighting over there. Ezeknek a japán, de itt Tanzániában szafari kocsival átépített jippeknek folyók sem akadály. Az ebédünk a kempingben lesz, ahol a többiek szálltak meg a csoportunkból. Ez egy normális, egyszerű kemping. A legolcsóbb szafari szállás opció. Ez a konyha, hát ez kevésbé gusztusos. Az ebéd nem meglepő módon meg is viselte a gyomromat. Az asztalunktól láttuk, hogy pár száz méterre egy elefántcsorda közeledik felénk. Engem ez az állat nyűgözött le a legjobban. Elhagytuk a Serengetit, és a Ngorongoro Nemzeti Parkban folytattuk tovább a szafarit. A Serengetivel ellentétben itt már maszájok is élnek. Ők főleg birkákat és teheneket legeltetnek ezen a vidéken. Szájok az állattartáson túl a turistáktól való kéregetésből és szuvenírek árusításából is próbálnak megélni. Megérkeztünk a ma esti szállásunkra. Bár elmondták, hogy itt nincsenek veszélyes állatok, mégis ragaszkodtak hozzá, hogy ha el akarjuk hagyni a szobánkat, fújjunk meg egy sípot és várjuk meg, amíg egy kísérő jön értünk. Mi erre fittyet hánytunk. Érkeztünk a lodzsunkba. Nem ezeket foglaltuk, amiket itt kaptunk, mert végül egy másik autóba tettek be minket, viszont sokkal jobb lodzsokat kaptunk, mint amiket foglaltunk. Megmutatom ezt nektek, hogy néz ki, ez valami elképesztő. Ez a teraszunk. Teraszról rálátunk ott. Óra horizonton látszódik, innen fog látszódni a naplemente. És itt rohangálnak a kertben az ebrák. Most elijesztették őket sajnos. Ez pedig a szobánk, ami szintén elképesztő. Sajnos két külön ágyat adtak, ez az egy hibája. Jó reggelt, ma a Ngorongoro krátert fogjuk felfedezni. Tartsatok velünk. A hatalmas kráter egy óriási vulkán felrobbanásából jött létre. A terület több száz méter magas pereme jó védelmet nyújt a vadállatok számára.
Gyönizgi, most épp egy... Most látunk három... Három oroszlánt, akik épp vadásznak. Futnak ott a bivajok. Menekülnek. Ott vannak a hiénák is. Ekközben a másik oldalt. Itt meg a gólyáink telelnek. Repkednek. Van itt vagy 20 darab gólya. Hihetetlen. Oroszlánok itt fekszenek, körbeálltuk őket az autókkal. Ott van a középen, befeküdtek a teherautó alá, ott van árnyék. Itt van egy oroszlán csipek között. Többi meg ott a teherautó alatt hűsöl. Ott fekszenek. Egy, kettő, három, öten. Abszolút fel is állt egy. Kis fiatal. Ekkor azonban elkezdtem sajnálni őket. Itt vagyunk a természetes élőhelyükön, körbeveszük őket 20 darab járómotorú safari autóval. Nem értük, hogy mi van. Vérált körül 20 darab safari kocsi. Azért az érdekes. Szegény. Azért az érdekes, egyáltalán nem félnek tőlünk. Mégis 20 ilyen safari kocsi körbeállja őket, azért ez már zavaró nekik szerintem. Mindent a turistákért. Zavarjuk az állatokat. Már nem látszik rajta, hogy zavarjuk őket, szinte hozzá vannak szokott, de azért mégis olyan fura érzés, hogy szegénykék itt. Csak hűsölnének, aztán tényleg 20 darab safari kocsi van itt. Legalább. Ide jöttek hűsölni. Azért ez milyen lehet, vész vissza a teherautódhoz is, alatta fekszenek az oroszlánok. A fotósoknak fel sem tűnt, hogy épp ellepik őket a páviánok. Később mi sem úsztuk meg. Ott van felettünk. Ott van. Igen. Három napos szafarink lassan a végéhez ér, és az Big Five-ból, tehát az öt nagyból láttuk már négyet. Láttuk a bivajt, az elefántot, az oroszlánt, a leopárdot, és már csak az orszarvú hiányzik. Reméljük, hogy ma sikerül azt is levadásznunk. Egyelőre nem találjuk az orszarvúakat, addig is a zebrák és a bivajok szórakoztatnak minket. A guide-on kiszúrt orszarvúkat a távolban, több kilométerre innen, úgyhogy most megpróbáljuk őket becserkészni. Valahol itt lesz.
próbálunk a legjobb helyen megállni. Már látom az orszarvunkat távolban. És azért így is legalább egy kilométerre van, ha nem többre. Legjobb helyen megállunk, legközelebbi ponton. Sajnos az orszarvút nem tudom nektek megmutatni, hiszen a távolság miatt csak távcsővel volt igazán élvezhető a látvány. Itt van viszont egy marabu, aki előszeretettel kéregett a parkolóban megálló szafarizóktól. De a sasokkal is vigyázni kell, hiszen ők gyors reptükben kapják ki az ember kezéből az ebédet. Az előttünk lévő szafaris kocsi úgy néz ki, hogy beragadt a sárba. Itt segítik egymást a guide-ok, úgyhogy a sofőrünk meg ki is ugrott, hogy segítsen neki. Mi másik utat választottunk. Kíváncsi vagyok, hogy ez sikerül-e. Sikerülni sikerült. Kicsit saras lettem. Legalább mi nem akadtunk el. Az első próbálkozás nem jött össze. Ahogy a második sem. Végül sikerre jártak. Már majdnem elhagytuk a parkot, amikor újabb, másféle majmokba botlottunk. Ennyi volt a 3 napig tartó tanzániai szafarink. Köszönöm szépen, hogy végig kísértétek életem legnagyobb élményét. Kérem, aki még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornámra, hiszen legközelebb a posztszovjet világból hozok izgalmas kalandokat.